Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen, a három kérdőjeles jóslás. Az első kérdés az lenne, hogy mik az ő gondolatai, mik az ő tervei, és ezt mi most megtekintjük ennél a kirakásnál. Ezen a képen láthatóak az érmék. Ez utal anyagiakra és utal a munkájára. Itt vannak gondolatok, lehet, hogy lesznek változások is. Első pillantásra úgy tűnik, mintha ő lenne a diák, és ott jobb oldalon két alak, aki figyeli őt, és ezek a mesterek. De ez a kép csal egy kicsit, mert ha megtekintjük, hogy mi látható ezen a kártyán, akkor észrevesszük a tehetségét, mert amit ez a fiatal férfi itt alkot, ez mesteri. És ennek több jelentése is van. Az utalhat arra, hogy ő nagyon jól dolgozik, de nincs megbecsülés, vagy kevés pénzt kap a munkájáért. És ezen ő most töpreng. Az is lehet, hogy valaki vagy valakik figyelik őt, hogy mit csinál, mit tervez. És a következő kártya utal az ő érzelmeire. Ehhez a képhez nem kell túl sokat hozzáfűzni, elég, ha megtekintjük ezt a szerelmes párt, akkor itt látható, hogy ez a férfi szeret téged, és tisztában van azzal, hogy te is szereted őt, mert ez utal az érzelmekre. És a következő kártya azt fogja mutatni, hogy mit közöl veled. Ezt a kártyát kétféleképpen tudom elmagyarázni. Mint ahogy az első képen láttuk, valaki vagy valakik figyelik őt, és itt ez a harmadik kártya utalhat arra, hogy ezek a személyek parancsolgatnak neki, és ő ezt el fogja mondani. A másik jelentése ennek a kártyának, hogy te vagy ez a királynő, és átteszed magad a félelmeken, erre utal a kard, mert az elvágja a félelmeket, és szimbolizálja a döntéseket. Tehát neki vannak elvárásai veled szemben, mert szeretné, ha te hoznál bizonyos döntéseket. Ez a királynő uralkodik a levegő eleme felett, és az utal kommunikációra. Ez a férfi beszélni szeretne veled. A következő kártya mutatja a napi energiát. A képen látható kulcs utal arra, hogy vedd kezedbe ezt a kulcsot, légy magabiztos. Ezt jelenti ez a kártya. Amit még közöl velünk, ezzel a kulccsal ki lehet nyitni egy ajtót, utal a lehetőségekre vagy a nyitottságra, viszont egy kulccsal le lehet zárni valamit, vagy utal érzelmekre, zárkózottságokra, attól függően, hogy milyen helyzetben vagy. És ez volt a három kérdőjeles jóslásom. Kívánok neked egy szép napot, szeretettel, Dendera!